imádkozni jöttünk ide szent felséged elejébe, míg szent neved ünnepeljük, szívünkbe szállj le, Istenünk. Amen. Áldás békességet! Szeretettel köszöntök mindenkit ünnepi alkalmunkon Pál apostol szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai alkalmunk kezdetén fenntartói jutalmakat szeretnénk átadni nektek. Megint nagyon sok ügyes diákunk volt, úgyhogy szeretném először is a kollégát kiszólítani, hogy segítsen nekem. A Földnapi alkalmából meghirdetett Te mit tudsz tenni a saját környezetedért című országos rajzpályázaton Sütő Levente 3. A-osztályos tanuló első helyezést ért el. Felkészítője Nagy Andrea. Sütő Levente, ha itt vagy, akkor gyere és vedd át a jutalmadat. És itt közben szeretném azt is megjegyezni, hogy a verseny kapcsán a Rákóczi úti alsó tagozatnak nyert egy Split elnevezésű 18 rekeszes szelektív hulladékgyűjtő konténert is a iskolának. Gratulálunk! A Vízvilágnapja alkalmából meghirdetett rajzpályázaton Palotás Luca 4. B-osztályos tanuló első helyezést ért el, amellyel 150 ezer forintot nyert osztályának osztálykirándulásra. Az ő felkészítője Gyarakiné Tomasovszki Janina volt. Itt van Luca? Ott van Luca, már érkezik. Közben olvasom a többieket, mert hála Istennek jócskán van jutalmazás a mai napon. Hegyesi Viktória 4. A-osztályos tanuló 3. helyezést ért el, amellyel 50 ezer forintot nyert osztályának kirándulásra. Felkészítője Kutyik Ilona. Gratulálunk nektek! A 11. Református Általános Iskolák Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokságán, ahol Vésztőn volt megszervezve, intézményünk felső tagozatos csapata első helyen végzett. A csapat tagjai Cinanó Simon, Sejfer Tamás, Csaplár Bence, László Levente, Fejes János, Kis Alex, Varga Kálmán, Rózsavölgyi Márton, Mihalik Kristóf és Rabatin Bence. Kérek a csapatból egy embert, aki átveszi a jutalmat. A Tej Terméktanács által meghirdetett tejfogyasztás népszerűsítésére kiírt rajzpályázaton Bányai Nóra Lili 3. A-osztályos tanuló első helyezést ért el. Gratulálok neki is. Muzsikál az Erdő című országos rajzpályázatokon a legkreatívabb díjat nyerte el Gábor Boglárka 4. B-osztályos tanuló, és kiállításra került Palotás Luca 4. B-osztályos tanuló rajza. Gyertek ki mind a ketten a jutalomért. Az ő felkészítőjük Gyarakiné Tomasovszki Janina volt. A Suli Guru elnevezésű országos tanulmányi versenyen is rengeteg szép eredmény született. A 2. A-osztályból, a Petőfi utcai alsó tagozatból, matematikából első helyezést értek el Dancs István, Varga Dóra, Trescsik Dávid, Bozsányi Norbert, Szabados Lara és Nagy Bence. Gyertek ki közbe. 2. helyezést pedig Pocsai Csenge kapta. Magyar nyelvből 2. helyezést ért el Kovács Anélia. Lassan aláírják az apróságok a
lapot, úgyhogy közben mondom, hogy készüljenek a Rákóczi úti második A-osztályosok, ugyanis környezetismeret versenyen, országos versenyen második helyezés kapott Balogh Zsolt, harmadik helyezés pedig Sipter Andor és Sivó Irén. Közben szépen gyertek ki ti is! Most következnek majd a harmadik osztályosok. A Petőfi utcai alsó tagozat harmadik A osztályából, matematikából első helyen végzett Patak Fanni. Ugyanebből az osztályból, nyelvtanból második helyen végzett szintén Pataki Fanni. Közben elmesélem, hogy a harmadik A-osztály Rákóczi úti alsó tagozatán Bányai Nóra Lili irodalomból első helyezést, nyelvtanból harmadik helyezést és angolból első helyezést kapott. Gratulálunk! Petőfi utcai alsó tagozat harmadik B osztályából, matematikából első helyen végzett Nagy Boldizsár, Kovács Zsolt és Rózsavölgyi Attila. Pataki Fanni, még ne ülj be a helyedre, mert kettő jutalmad van és csak egyet vettél el. Szintén a Petőfi utcai alsó tagozat harmadik B osztálya második helyen szerepelt matematikából Simon Boglárka, Gál Milán, Kovács Benyámin, Cser Ivó Zsolt. Gyertek ki ti is! És ugyanígy a harmadik B osztályból, magyarból első helyezett lett Kovács Zsolt és Gál Milán. Lassan apad itt a sor az úrasztalánál, szintén harmadik B, szintén Petőfi utca, magyar második helyezett Simon Boglárka, harmadik helyezett Nagy Boldizsár. Gyertek ki ti is! És végül, de nem utolsó sorban a negyedik A-osztályt hívom még ki Petőfi utcai alsó tagozatból, név szerint, akik matematikából harmadik helyezést értek el, Györfi Patrik, Szász Dániel és Szabó Ákos. Szeretnék gratulálni mindenkinek a nagyon szép eredményért, meggratulálunk a felkészítő pedagógusoknak is, köszönjük a sok munkát. Hamarosan itt lesz a nyári szünet, lesz mit kipihenni, és jövőre pedig lehet folytatni. Áldás békesség! Amíg itt az aláírások megtörténnek, addig egy kiemelkedő gimnáziumi eredményt szeretnék kihirdetni. Varga Laura Tímeának, gimnáziumunk 11. B-osztályos tanulójának, a Kodolányi János Egyetem által kiírt diákkutatói ösztöndíj programra benyújtott pályamunkája a 40 000 forint jutalommal járó 4. helyezést érte el. Dolgozatát az internetnek és az okos eszközöknek a mai nemzedékekre gyakorolt hatásáról írta. Gratulálunk! Köszönjük szépen, és mai reggeli alkalmunk folytatásaként Pünkösd ünnepére készülve a 6. C-osztály szolgálatát hallgassuk figyelemmel.
Szennyedben élek, teremtő égi lélek, erőt gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel. Az ige, mint zsarátnok, hűlő szívemben lángot lobbantott. Hála érte, követségében járok, ahogy a tanítványok, rajtam a Krisztus vére. Dicsőítsd őt ma bennem, ki nem vetette engem, illese, hála, hála, ki érte mit se várván, megváltott vére árán Istennek és Atyának. Jézus feltámadása után 40 napon át megmutatta az apostoloknak, hogy ő él és beszélt Isten országának dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok a Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízre keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel keresztelkedtek meg. Ellenben erőt kaptuk, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Amíg távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük, fehér ruhában is ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltak itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy önök láttátok felmenni a mennybe. Jöjj, Szentlélek, állat király! Amikor pedig eljött a pünkösdnapja, és mindjárt együtt voltak, ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, mely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétosztottak, és leszálltak mindegyikükre, mindjárt megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelven kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Vesztes a harc, az enyém. Ha nem megy a munka, ha nincs eredmény, ha hiába küzdök, ha még sincs remény. Munka és kudarc, az enyém. Ha áldott a munka, ha élet kíséri, a lelkem a lelkek mélységét eléri, szemek felragyognak, dicsőek arcok, az áldott munka, s a diadalmas harc az övé. Az enyém, nyelva gyönge, az ő lelke hatalmas, az enyém vesztes terhes, az ő lelke diadalmas. Az enyém bűnös átkos, az ő szent és áldott. Bizony, az Isten lelke győzi meg a világot. Legyen az övé minden, soha semmi az enyém. A munka, út és élet. Legyek én üres edény, és áradjon belém, és töltsön be az övé az erős győztes lélek. Jézus tehát kitöltötte a szent lelkét. Péter apostol a pünkösdi beszédében ezt mondta. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt és eltemették, sírja is nálunk van mind a mai napig. De próféta volt és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak birodalmában, és teste sem lát a javulást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte azt, amint látjátok is, halljátok is. Tudja meg tehát Izrael egész háza, teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézus, akit ti keresztre feszítettetek. Mikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk? Péter így válaszolt.
Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyi Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Jöjj, Szentlélek, áradj ki ránk! Oldjad meg nyelvünket és az ikletet, amelyből millió vértanú született, gyújtsd bűnkösdi lángra, hogy eltévek nyájad az igaz utat ismét megtalálja. Vezessetek minket, ti dicsős öregek, akik lelkedőzve mentek az ígéret földjét megtalálni. Szállj felénk, Szentlélek, hófehér galambja, lelkünket szenteld meg, mert földi életünk örömét, békét találj meg benned. Jöjj! Szentlélek, áradj ki ránk! Jézus él, aki választottakat barátainak nevezi, és esetőzik értünk az Atya jobbján. Jézus ezt tanította. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Széjjel jártam a világban, de sok-sok rajra találtam. Búsra járnak az emberek, mert hiányzik a szeretet. Széjjel jártam a világban, de sok-sok könyvet találtam. Megfáradtak az emberek, csak sírnak és nem örülnek. Uram, taníts meg szeretni, szívemből mindent kivetni. Legyen harag vagy neheztelés, hadd tudjak jobban szeretni. Mindenütt a földön. Vágynak valami jókát, minden ember keresik, hol a boldogság. Sok mindent elérhet, én is üres maradt a szív, ha nincs benne igaz életét, mert mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig érteni, de kell, hogy a szívben ott legyen, a hét szeretett remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert minden rámolgoz, csak kell sok véget átlen. A szeretet nem fogyása sem, a szeretet átkész az életen, minden természése mér, a szeretet mindennél dolgozik. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret, ha elmagyar mindenki, ő megmarad neked. Mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet, minden rámolgoz, csak kell sok véget átlen. A szeretet nem fogyása sem, a szeretet átkész az életen, minden ki útra indul el. Hol az arc, hol a kéz, akiért, s csak azért, hol a tér, ahol a fény, hozzád még el. Hálásan köszönjük a 6. C-osztály szolgálatát. Nagyon ügyesek voltatok, és kiváltképp köszönöm azt nektek, hogy ilyen átfogó képet adtatok a pünkösd ünnepéről, ugyanis én nem készültem ilyen átfogó képpel a igehirdetésen, úgyhogy nagyon jó, hogy ezt is hallhatta az egész iskola, és természetesen hálásan köszönjük a benneteket felkészítő pedagógusoknak is a munkáját. Isten tiszteletünk folytatásaképpen a 370. pünkösdi énekünknek az első két versét énekeljük el. Yeah.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy ma is összegyűlhettünk a te házadban. Azért, mert szólni kívánsz mindannyiunkhoz. Te tudod azt, hogy kinek éppen mire van szüksége. Ezért kérünk, hogy erősíts, bátoríts, buzdíts bennünket, és ha azt jónak látod, akkor fedj meg, hogyha ezáltal közelebb kerülhetünk hozzád. Mindenható Isten, így fohászkodunk most szent lelked ajándékáért. Ne engedd, hogy igét hiába szóljon közöttünk, hanem tégy készé bennünket az üzenet befogadására. Amen. Isten igét olvasom közöttetek az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből egyetlen egy versecskét, a 8. verset, amely így hangzik: ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Eddig Isten írott igéje. Kedves diákok, szeretett gyülekezet! A mai reggelen a pünkösdről kell, hogy szóljon az ige hirdetés itt közöttetek. Azonban az elmúlt évek során én azt tapasztaltam, hogy erről az ünnepről, a Szentlélek Isten ünnepéről talán a legnehezebb beszélni. És rögtön el is mondom, hogy miért gondolom ezt így. Azért, mert tulajdonképpen a pünkösd az a csúcs. Miért mondom ezt? A karácsonyt mindenki várja. Bár nem feltétlenül azért, mert Isten emberré lett, de várja. A húsvét szinte mindenki számára vágyott ünnep, hiszen meg annyi hagyomány kötődik hozzá, az iskolában olyankor szünet van, így a húsvét is egy elég fontos ünnepnek számít mindenkinél. De itt van a pünkösd. A pünkösd az csak egy hosszú hétvége, amihez sem a reklámipar, sem a néphagyomány nem adott túl sok kedvcsinálót senki számára, pedig mégis azt állítom, hogy a pünkösd az a csúcs. Ahhoz, hogy ez a rövid mondatom értelmet nyerjen, mielőtt a felolvasott igéről kezdenék el beszélni nektek, kénytelen vagyok egy kicsit visszatekinteni a húsvéti ünnepkörre, egészen pontosan a nagy péntekre, meg majd a húsvét ünnepére. Teszem azt azért, mert tudjátok, nagy péntek nélkül nem lenne húsvét. Húsvét nélkül meg nem lenne pünkösd. És teszem azt azért, hogy megmutassam, hogy a kereszténységünk történetének három nagy szakasza van, amelyből jó reménység szerint mindenki meg fogja ismerni a saját keresztjén életének is a szakaszait. És ezt úgy fogom szemléltetni, látjátok már a kollégait kivetített egy képet nektek, hogy mutatok egy háromszintes házat. És ahogy a keresztjén életünk fejlődik, a hitünk, úgy jutunk egyre feljebb és feljebb a háznak a szintjeiben is. Hát jussunk el a mai reggelen, ezen a mai órán, pünkösd ünnepéhez közösen. És vizsgáljuk meg most úgy ezt a három emeletet, a három emelet lakóit, hogy közben keressük, hogy mi vajon melyik szinten tartunk éppen. Ennek az épületnek az első emelete, és kérem a kattintást, az úgynevezett nagypénteki kereszténység lakói laknak itt. Ez a fajta szemlélet, vagy ez a fajta lelki állapot leginkább ahhoz hasonló, nem véletlenül hívják így ezt a szintet, amikor a tanítványok Krisztus halála és feltámadása között voltak. Jézus meghalt. A tanítványok elfutottak, elbújtak, nem tudják elfeledni a mesterüket, még bennük élnek az emlékek, de már ezek csak emlékek. Jézus meghalt, és már nincs velük. Elhozta nekik a szabadulást, láttak egy csomó gyógyítást, egy csomó csodát, de egyedül hagyta őket. Ezeknek a tanítványoknak volt hitük, volt Jézusuk, de ez a Jézus, ez egy halott Jézus volt. És azon gondolkodtam, hogy mennyien élnek ma is így ezen a földön. Hallgatják Isten igéjét, olvassák Isten igéjét, Krisztus nevében, de Krisztus nélkül. Ez fogja szülni, ez a fajta hozzáállás itt az első emeleten, az üres, tartalmatlan hívő életet. És hányan élnek ma is így, megint csak megkérdem, ezzel a nagypénteki kereszténységgel. Ezért nem mozdulnak meg tömegek, ha van egy vallásos rendezvény, ezért nem beszélünk Isten dolgairól a közösségeinkben, ezért nem látszik rajtunk sokszor, hogy kihez tartozunk, vagy hova tartunk. Azért, mert van egy halott urunk,
legalábbis ezek számára annak számít. Így lesz az első emelet, a nagypénteki kereszténység, egy látszatélet és egy gyümölcstelen élet. Nézzük, mi van a második emeleten. A második emeleten a húsvéti keresztjének élnek. Azok, akik húsvét és pünköst között rekedtek meg, hadd jelezzem már előre, ők vannak a legtöbben. Felismerték azt, hogy Jézus meghalt a Golgotai kereszten, azért, hogy beteljesítse az Atya akaratát. Tudják azt is, hogy Jézus feltámadt. És ha egy kicsit is ismerjük az evangélium leírását, már pedig mindannyian ismerjük, akkor tudjuk azt, hogy ebben az időszakban a mennybe menetelés húsvét között Jézus időnként megjelent a tanítványoknak. Ilyenkor mindig nagyon boldogok voltak, ilyenkor mindig nagy dolgok történtek, de aztán egy ideig megint magukra maradtak, megint várták a Jézus jelenlétét, és szép lassan erőtlenek lettek, megfáradtak, néha közömbössé is váltak. Hát a mi életünk is nagyon sokszor pont ilyen. Csak időnként jelenik meg benne a hitünk. Csak időnként látszik meg rajtunk, hogy mi Krisztushoz tartozunk. Na látjátok, ez a húsvéti kereszténység. A húsvéti kereszténység már egy megváltott életet jelent. Ehhez kell hit, ehhez kell egyfajta megtérés, de valami még mindig hiányzik. Erre szoktam azt mondani, lehet, hogy hallottátok már tőlem a példát, hogy az ilyen emberek úgy vannak, hogy ők hisznek, nagyon boldogok miatta, hazamennek, beülnek a fotelükbe, karba teszik a kezüket, és mosolyognak, hogy de jó, hogy én egy megváltott hívő ember vagyok. De ez az élet még mindig terméketlen, Isten szemszögéből legalábbis. És most érünk el a harmadik emeletünkre, itt élnek a pünkösdi keresztjének. Az ilyen emberre leginkább az jellemző, amit felolvastam az ige szakaszban, ők azoknak, akik azt ígéri az Isten, hogy erőt kaptok. Nézzük csak meg, hogy mi ez az erő, mire használható a pünkösdi keresztjének ereje. Az abcsel szerint, aki kap ilyen erőt, az megtelik Szentlélekkel. Csak három dolgot szeretnék röviden említeni nektek. Az ilyen ember képes harcolni a bűn ellen, elsősorban a saját bűnei ellen. Hóseás próféta azzal fejezi be a könyvét ezzel az igével, hogy igazak az Úr útjai, akik igazak azon járnak, a hamisak pedig elesnek. Ezzel csak azt akarom mondani nektek itt a bűn elleni harc kapcsán, hogy az igaz emberek azok járnak, azok fejlődnek, azok növekednek, azok le tudják győzni a rossz dolgokat, azok el tudják hagyni a bűnöket, egyre tisztább életük lesz látható módon is. Akiben él a Szentlélek, annak van ereje harcolni a bűnök ellen, és tud is győzni ezek ellen. A másik dolog, aki megtelik így Szentlélekkel, az erőt nyer a szenvedésekben és a próbákban. Az boldog tud maradni. Akkor is, hogyha épp betegségek gyötrik, akkor is, ha anyagilag kell szűkölködnie, minden körülmények között boldog tud lenni, mindig elégedett. Azért van ez, mert nincsenek feltételei a hitének. Nem vár semmit Istentől, de mindent elfogad tőle, és mindenért hálás, bármilyen furcsa, még a rosszért is. A harmadik dolog, hogy akik megtelnek Szentlélekkel, azok erőt nyernek, hogy tudjanak bizonyságot tenni Krisztusról. És talán ez a legfontosabb, a legkomolyabb dolog itt a erő kapcsán, amit ígér nekünk a Mindenható. Mert akkor van az életünknek valójában gyümölcse. Gondoljatok bele, hallottuk a hatodik céseknek a szereplésében is, jön egy ige hirdetés, megtérnek 3000-en. Pünkösd óta a kereszténység folyamatosan növekszik mind a mai napig. És nekünk az kell, hogy legyen a célunk, kedves diákok, hogy itt is, Békésen is, a mi iskolánkban is ez tudjon növekedni. Ezt viszont csak egyféleképpen lehet elérni, méghozzá a harmadik emeleti pünkösdi hittel. Mert a nagypénteki kereszténység az csak látszat kereszténység, tartalom nélküli forma, vallásosság. A húsvéti kereszténység az hívő már, de erőtlen. A pünkösdi kereszténység az, amelyben Isten terve az emberrel teljessé tud válni. Hát én szívemből kívánom, hogy így biztasson mindannyiunkat a pünkösdi ige, erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Számomra erről szól a pünkösd. Arról szól a pünkösd, hogy le tudok számolni a bűneimmel. Hogy nem hátrálok meg semmilyen próba elől, és mindenről még beszélni ismerek nektek.
hiszen pünkösd óta a keresztjén ember mindezekhez erőt kap. Így legyen mindannyiunk életébe is, ezért imádkozzunk. Amen. Mindenható Istenünk, köszönjük neked az erőt, amelyet lelked által kaphatunk meg. Kérünk téged, hogy erősítsd meg a mi gyenge hitünket. Adj nekünk bátorságot a feléd vezető lépteknek a megtételéhez. És kérünk, hogy hadd lehessünk magunk is, az iskolánk falain belül a te eszközeid mindezekben. Áld meg kérünk az előttünk álló napokat. Áld meg az utolsó tanítási hetet majd. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, oltalmazd a te népedet, most és örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen iskolánk és gyülekezetünk őriző pásztora, most pedig áldásvételre készülve a megkezdett 370. dicséret harmadik versét énekeljük el. Fogadjuk Isten áldását. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Áldás békességet és további áldott napot kívánok mindenkinek.